Forgasd az arcába bele. Jó napot kívánok, kedves Károly! Ismét hasonló körülmények között találkozunk, mint a legutóbb. Jó napot kívánok! Hogyan érzi? Súlyban, dekában, gramban? Nem tudom. Gramba. Gramba? Gramba, és az előző aprócska... Előző aprócska tokjához képest ez kisebb lesz, vagy nagyobb? Hát, ez szerintem az kisebb. De a tok az mindig relatív. A tok az relatív. Ezt felírjuk. Nem a 37-es maradjunk. Akkor mesélj még róla. A relatív tokokról. Viszont 30 dekás nettóba. Nagyon jó állapotban van, nem gyengült le a télen. És már felszívta magát idén nyerre. És a tokokat milyen áfával számolják? 27%-osra? Ez. Rátolatt. Meg fog itt tudni meríteni. De akkor szóljál is. Hát itt volt, de hoztam már mellé. Egy mozdulat. Első szándékra. Emelni kellene rajta. Aha. Jó. Jó lesz. Fordasd ki a fejét. Tudom. De arra, és akkor a csónak is átfordul. Botta tudod irányítani a csónakot is. Úgy. Ez egy hosszú kecses. Micsoda mozgás van a farkának. Azt a mindenit. Gyönyörű. Ez a cápoid mozgás, nem Károly? Igen. Cápoid. Mellettem meg a két kopolt üzzeni. Ez milyen? Ez ilyen feltöltős ez a... Merítő? Igen, hát ez olyan, mint tudod... a puska, de tudod, hogy... Mi? Winchester? Ezt ki tudod húzni, tudod? Vagy te csuktad össze? Szándékosan húztam vissza, hogy... Nagyobb legyen a terhelhetősége. Persze, meg... Ebben mi a jó? Itt ott próbálom a csónakkal is elősegíteni, mert látom, hogy már fáradsz. A tok az még nem fárad, de te már látom, hogy... Ne. Ellen kéne itt tartani. Mert akkor nem fárad el, érted, hogyha ő út bennünket? És ilyenkor kell, ez az. Ilyenkor kell emelni, amikor... Következő ilyen az jó lesz. Ne. Most a vegyed a merítő. Hát hova? Megmerítem víz alatt is, ha gondolod. Erre gondoltam. Vagy legalábbis az eszem megvan, hogy megpróbáljam. Nem, ha abba hagynád az övezést, engem megnyugtatni. De nem, mert rámegyünk a bójára, és összes többet elzavarjuk. Nagyon laza a féked.
annyira nem hittem. De a botot még nem görgül, látod? Nem, a fenébe. Azért nem, azért között. Ugye, inkább vett fel azt a merit. Hát. Aha. Azért van még mit gyakorolni, úgy látom, fárasztás ügyileg. Igen, igen. De ezt majd, kivág, ezt majd kivágjuk, ezt a részt, jó karesz? 16-os horogvelőkéve, 28-os zsinóra. 16-os, hát olyan szoktunk harcsa, de nem mondok semmit. Ne is. Mert te már a 3 méterre kifejt, erre simán beemelted volna. És erről hanganyag is van. Most még egyszer. Te most erre elhallgatod, megképtél. A rapalás személyegében. Kedves Károly, én veled vagyok, tehát úgy kóstolgassál. Az első úszóját be van akadva. Még az Attila botjaiba egyébként. Ezt is el akartam többek között kerülni. Látom. Kibalom. Nem élvezem, de az meg ezt komolyan. Azt sem lenne jó, tud összeszednénk a parti botokat, mert akkor lenne aztán balhé. Ilyenkor picikét valamire tedd ki a fejét, Paresz. Tedd ki jobbra tedd ki, és akkor azt próbáld meg irányítani a halat. Bármennyire is nehéz is. Nem lehet, Zoli, hát itt, de ma izével fogsz forgászni, tehát bojl is botta. Ma bojl is botta, és addig fogom erőltetni neked a tokot, míg egyet nem fog. Ilyen erős. És akkor én fogok ott evezni, és osztom az észt. De tudod mi, mindig meg kell keresni egyik bráncszemet. Erős a bot, erős a horog, erős a zsinór. Esetben se jut, hogy a hal nem kicsi. Erős a hal. Akkor mi a gyenge láncszem? Én. Ez remélem megvolt. Zoli, még egyszer? És az megvolt? Nem is fér bele. De belefér az csak. Ez ugyanaz, mint amit Mutkó fogta. Biztos. És hogy fogunk kimenni? Jó, kiteszem siklásba a csórakot, jó? Mondjuk ott a tőkesű az elején az... Sokat volt a helyzeten. Egyek hátrébb. Gyere teljesen hátra, mert... Hogy érzi magát, Zámbori úr? Köszönöm szépen. Na, már rögtön úr lett, ahogy fogott egy sokot. Vagyis ugye válaszolni fogunk, csak érjük jobb látra. Ugye hol legyen biztonságban. Utána nem vagyok köteles elviselni, ugye, ezeket a beszólást. Én vágom majd össze. Egy relatív tok az úrrá tesz. Ellen kell kormányozni, mert annyira nagy az ellenállás állónak. Hogy még kifáradsz a végére. Mit meg nem teszek én itt, hogy túravezető. Evező bajnok. Túravezetőre hívja magát. Droid. Droid. Az egyetlen ember, aki szellemileg, fizikailag a maximumot nyújtja. Adorálunk egy helyben, a tokevizet adjuk, hogy jobban húzom. Visszafelé haladunk, basszus. Gyerekek, legközelebb egyet kell hagyni, az a kaja. Sokkal könnyebb lesz szereznem a csónakot két nap után. Kérdezem, hogy csak az öreget tegyük be a csónakba. Jó így, hogy hálóval visszük ki? Vagy tegyük be a csónakba? Hogy van kamerát, nem tudok jönni? Mit tudok tenni? Nekem mindegy, hogy hozzák. Akkor ez picit gyerünk, mert őrülj meg tud a kikikítésnél. Majd maradhatsz ott. Merre helyezkedjek, Zoltán úr?
csípesféle evezőiskola. Oda, kivisszük a helyére. Nyugalom. Dokkoláshoz kell készülni. Hibátlan partot érésnek. Remélem rajta lesz a videón. Rajta van, igen. Tökéletes bedokkolás. Én fogom, nem te? Jó mélyen van, úgyhogy nem akasztjuk ki. Fogó viszont kellene. Attila? Igen? Most hagyjuk ezt a videót, mert valakinek meg kell fogni.